Tegnap este szabadon kérdezhettek a fiatal egyetemisták Kecskemét életéről, de akár a városvezetés összetett feladatairól is Szemereiné Pataki Klaudia polgármestertől. A Nagyman János Egyetem új kerek egész névre keresztelt hallgatói beszélgetés sorozatának első vendége a híres város polgármestere volt. Hogyan lehetne a fiatalokat Kecskeméten marasztalni? Vagy elérni, hogy térjenek vissza, ha esetleg másik városban tanultak? Fellendíthető-e az éjszakai élet még jobban, és ha igen, mi kellene ehhez? Milyen várost képzel el ma egy fiatal, amiben 15 év múlva is jól érzi magát? Az egyetemisták és a polgármester kölcsönösen kérdeztek és válaszoltak, így lett a beszélgetés kerekegész az egyetem kampuszán. Az eredetileg egy órásra tervezettem, végül több mint másfél órás beszélgetés után Szemereiné Pataki Klaudia elmondta, örül, hogy valóban sikerült a fiataloknak megnyílnia. Látszik, hogy érdekli őket Kecskemét jövője, a környezet, ahol nevelkednek és tele vannak jó ötletekkel. Az otthonteremtésben itt gondolkodnak Kecskeméten, ezt jó volt hallgatni. Ebben meg a mi felelősségünk, hogy a munkahelyteremtésben is elmozduljunk az ipar irányából, a kereskedelmi szolgáltatási és az egyéb munkahelyek, minőségi munkahelyek megteremtésében. A Nagyman János Egyetem motorjává válhat a változásnak. Kecskemét komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt 10 évben, és az infrastruktúrális fejlődés mellett fontos a város megtartó erejét is erősíteni. A fiatal egyetemisták ezen a téren is sokat tehetnek, akár saját kezdeményezéseikkel és tudásukkal, kreativitásukkal. Szemereiné Pataki Klaudia beszélgetések során hozzátette, a város ehhez saját lehetőségein belül minden segítséget meg is fogadni. A kerekegész sorozat első sikeres alkalma után a szervezők már a második összejövetel vendégét is bejelentették, aki dr. Záher Gábor lesz. Ebben a fél évben pedig minimum 4 alkalommal igyekeznek vendégeket hívni, akikkel akár csak tegnap este szabadon beszélgethetnek a Nagyman János Egyetem hallgatói.